A szülők jelezték, hogy nagyon bizonytalanok, nem tudják, hogy merre felé kéne a pályaválasztásba lépni, és akkor ült össze egy csapat, aki pedagógusokból, különböző szakemberekből állt, és találtuk ki azt, hogy térjünk vissza a régió szokáshoz, és vigyük el a gyerekeket ki az üzembe. Így kezdődött a szakmatúra 2008-ban. A program az eltelt évek alatt folyamatosan fejlődött, bővült, így ma már egy több állomásból álló sorozattal segíti a fiatalok pályaválasztását a térségben. Az első lépés, amikor az iskolai szülői értekezleteken tájékoztatják a 7. és 8. osztályosok szüleit a pályaválasztásról, majd a folytatásban a fiatalok a szakmákkal ismerkedhetnek a szakmatúrán, amelynek ideje közeleg. November 5-e és 8-a között fog zajlódni ez a program. Most már ugye ez is kialakult, hogy egy 4 napos programról van szó. Közel 30 munkáltató az, aki megnyitja a kapuit, közel ennyi szakmával, és hát az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek nagyon élvezik. És talán, hogyha így felkészítjük őket, hogy 5-től elkezdünk már egy kicsit játékosan foglalkozni, 6-ba vetékedünk egy kicsit, aztán 7-be, 8-ba ismerkedünk már konkrétan a szakmákkal, akkor lehet, hogy jobb lesz a pályaválasztás. Amit azt kell mondjam, hogy tapasztalok is. Az idei szakmatúrára közel 1000 jelentkeztek 13 általános iskolából és 3 középiskolából a Paksi kistérségből. A döntéshez további információkat gyűjthetnek a fiatalok a középiskolák nyílt napjai, de segít a pedagógiai szakszolgálat, és érdemes ellátogatni a november 15-16-án Szekszárdon megrendezendő megyei pályaválasztási kiállításra. A már említett szakmai ismereti vetélkedő és az 5. osztályosok figyelmébe ajánlott munkafüzet is része a programnak.